Sráckorunk mindennapos sérülései színessé tették az életet. No meg a ruhákat is. Amikor nem tudtunk elszaladni az anyukánk óvó fertőtlenítése elől, a csípős, sárgás folyadék kis patakocskái előbb-utóbb lecsúsztak az oklinkra, nadrágokra. A jód a periódusos tábla 53. rendszámú, a halogének csoportjába tartozó eleme. De a Mendelejev táblázat szürkés világából egyik leglátványosabb színezését adja nekünk, és egyben meg is ízesíti az ételeinket. A neve az ibolya színét idézi, a sófehérsége nagy tömegben szinte már vakító, a jó tinktúra téglavöröstől az okkásságáig játszik a skálán. Súlyokat a környezetjogász is korán találkozott vele. Kislányként nagyon sok Gerald de Hell könyvet olvastam. Gerald de Hell a múlt század végén élt nagyon híres zoológus volt, aki íróként is nagy karriert futott be. Lehet, hogy a többség inkább csak a korfui gyerekkoráról írott regényeiből ismeri a családom és egyéb állatfajták regénye alapján. Kevesebben tudják, hogy utána népszerűsítette az amatőr természet buvárok munkáját is, és írt néhány könyvet arról, hogy hogyan tudja egy kisgyerek így felfedezni a körülötte lévő világot, milyen kísérleteket tudunk elvégezni egyszerű módszerekkel. És én ezen felbátorodva 10-12 éves koromban nagyon sok időt töltöttem a tanyánk mellett lévő kis kanális partján. Egy akváriumban mindenféle élőlényeket gyűjtöttem, így például ebbi halakat is. És nagyon szerettem volna megfigyelni, hogy hogyan alakulnak át békává. Telt múlt az idő, etettem az ebbi halakat, és csak nőttek, már ilyen diónyi nagyságúak voltak, de nem felüldött ki a lábuk, egyszerűen belőlük béka. Ezen a ponton nagyon megrendült az önmagamba vetett hitem, hogy még egy ebbi halat is el tudok rontani, és hogy miért nem történik az egyetfejlődés. Úgyhogy egy bizonyos ponton el kellett őket engedjem, mert már fenntarthatatlan volt, hogy ők csak nőnek, és nem lesznek békák. És aztán, amikor később biológus lettem, és az egyetemen tanultam arról is, hogy mi is kell a békává változáshoz, akkor derült ki, hogy mindezért a hibás nem én voltam, hanem a jód, pontosabban a jódnak a hiánya, hiszen egy jódhiányos környezetben a pajzsmirigy nem tud megfelelő hormonokat termelni, és ezért egyszer nem indul be az egyetfejlődés, és sosem lesz ez a vihalból béka, úgyhogy ezen a ponton megnyugodtam, hogy nem bennem van a hiba, hanem igazából a jódhiányos vízben.